Civilizáció és kultúra cím. Nagyon tudom ajánlani, abban a rövidített leírása van ugyanennek a rendszernek. A neve az igazgatónőnek Móroczné. Mó hosszúval, Róczné. És akkor a többit már mondom, Komáromi Gyöngyi. Ennel, nem errel, tehát Gyöngyi. Komáromi Gyöngyi. A cím pedig Japán-Magyar Életfa Iskola. De ha csak annyi marad, hogy japán iskola, akkor is megtalálják ezt helyen, mert így ismerik. Tehát a teljes neve még ennél is hosszabb, de így célszerű írni, Japán-Magyar Életfa Iskola. Azért Japán-Magyar, mert japánok alapították. Tehát a 83-60-as, mint irányító szám marad, Keszthely marad, és a Vaszari Kolos utca 12, ha jól látom. Igen, tehát Vaszari Y-nal Kolos utca 12-es. Na most a tanári szoba számát adom meg, mert ott mindig van valaki. Az igazgatói szobában nincs mindig az igazgatónő, mert ő az óvodának is igazgatója. Tehát a tanári szoba száma 83-as, 320-as és 007-es. Lehet én rám is hivatkozni, de még ez sem szükséges, mert nagyon készségesek. Tehát egy induló iskola Budapesten, amelyik ezt a programot vállalni kívánta és tájékozódni akart, a legmelegebb, kiváló fogadtatásra talált, mindent elmagyaráztak neki, azt is, hogy milyen nehézségekre kell vigyázni iskolaindításkor, a hatóságoknak beadandó programok ügyében is segített, tehát tényleg nagyon segítőkész, hát kiváló pedagógusokból és emberekből álló kollektíva ez, hát különben nem is lehetett volna velük megcsinálni, amit eddig csináltunk. Na ennyit akkor, és még egy apró bejelentés, a pénteki előadások nem 6-kor, hanem 17:30-kor kezdődnek. Ezt azoknak mondom, akik most jöttek először, és azt hitték, hogy ez az előadás típus is 6-kor kezdődik. A 6 órás kezdetű az a Fény Szentélyei című sorozat. Ezt azért vettük egy fél órával korábbra, mert rengeteg elmondani való van, és így is, hát 4 órában egy fél órás szünettel épp hogy beleférnek azok, amiket feltétlenül el kell mondani. Tehát ez 9:30-ig tart, így próbáljuk beosztani az időnket, és 17:30-kor kezdődik. Azt is nyilván észrevettük, hogy nem szabályos a rendszere, tehát nem úgy van, mint a másik, hogy 4 hetenként egyszer, hanem vannak témacsoportok, amelyek hetenként egy-egy előadással tárgyalódnak, például már a jövő héten is, már az egy hétre lesz, mert ugyanezt a témát fogjuk folytatni. És rá egy héttel megint lesz. És akkor tudjuk egymáshoz közeli alkalmakkal, úgyhogy még emlékeznek az előzőre, az általános iskola problematikáját végigvenni. Utána hosszabb szünet jön, és utána a középiskola lesz megint, de ott már csak 2 egymást követő héten. És aztán meg majd lezárjuk egy, illetve az egyetemről lesz majd, és utána zárjuk le. Tehát ennek megvan a maga logikája, csak nem formál logika, tehát ezt azért jegyezzük fel magunknak. Na akkor ennyit a gyors átkötésből, és akkor most áttérünk a magánhangzók rendszerére, hát ezt én tele vagyok letörölni. És amennyivel könnyebb lesz, mert ugye itt nem 12, hanem 7, ami az elemek számnak, amikkel számolunk kell, hát mint említettem, annyival bonyolultabb is lesz. Tehát a kiindulás ilyenkor általában úgy célszerű, hogy az ismertől az ismeretlen felé. De itt, miután, mint említettem, ez egy dinamikus rendszer, nehezebben megfogható, tehát célszerű össze a 7 bolygó rendszert nem közvetlenül az állatövi jegyekkel társítani, hanem mindig figyelembe venni azt is, hogy milyen elemi tulajdonságok megnyilvánítói a 7 bolygó rendszer tagjai. Na most egyelőre írjuk föl azokat a jeleket, amiket a magánhangzókkal kapcsolatban eddig használtunk, nagy betűkkel egyelőre. Tehát az AH egy kategória, az EE egy másik kategória,
akkor az i, akkor adva van az o, az ő, és remélem ki is fog férni, az u, és az ü. Na most, ez ha számoljuk, az 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tehát föltűnik, hogy bár közismert, tényleg nem kell külön magyarázni, az a és az á, az nem ugyanolyan fokig egyetlen magánhangzó, ahogyan az o az óval, vagy az ő az ővel, vagy az úr és az ő az ővel. Tehát nem egészen, mert hiszen az a-nak lehetne, és van is, vannak olyan nyelvjárásokon, meg is van a hosszú a. Például ilyen, hogy azt mondja, hogy a vonat most érkezik az a vágányra, és akkor nagy csörömpölés, és akkor újra bemondja, hogy az a vágányra, a, mint alamér. Na most hát ezt csak azért mondom, hogy az a-nak is van hosszú a-ja, mint ahogy az a-nak is van rövid a-ja, mert például amikor tármilyő szövátkezett, ott a szövátkezett az rövid a volt. És az e-nek felelt meg. Tehát egyébként megvan a magyarban is a rövid a és a hosszú a, de praktikusan ezeket nem jelöljük. Ennek megvannak a maga előnye és hátránya, de erre most nem térek ki. Minden esetre ezeknek közvetlenül így kitalálni, na most akkor legyen ez mondjuk a nem tudom én, Szaturnusz, ez meg legyen, ez meg az meg az, ezt így egy kicsit, hogy mondjam, könnyelmű dolog lenne. Hanem az ember ilyenkor elkezd spekulálni, hogy mondjuk ezt a betűt például mivel szokták összetéveszteni a más hangzók között. Tehát például a magyar Szent Koronán ott van hátul egy, igaz, hogy cserélte, de mégiscsak görög feliratos kép, amelyiken ott van egy ilyen Geovicsas nevű név, ahol a Geovicsas áját, tehát ezt a betűt, ezt rendre D-nek olvasták. Miért? Mert a görögben nagyon hasonlít a delta az A-hoz, vagyis az alfának a jelöléséhez, és azt jelenti, hogy a kettő bizony átcsúszik egymásba, és ezért a DS-nek is olvasták, és a Despotis rövidítésének vették. És a mai napig, mint egy lehetséges olvasat, az még úgy szerepel zárójelben, vagy legalábbis lábjegyzetben. Tehát minden esetre ennek a megfelelője a D a görög ABC-ben, ahol ez ugyanúgy de egy magánhangzó jelölője, csak ott alfának nevezik teljes nevén. Na most, ha az ember lerajzolja a kicsi A-t, hát akkor egyszer csak rájön, hogy